Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. A legfőbb valási vezető lehetséges utódjának tekintett Ebrahim Raisi iráni elnök halála hatalmi harchoz vezethet. Az átmenet rövid távon zöggenőmentes lehet, de hosszabb távon komoly kihívást jelenthet Irán számára. Keresztes Imre írása. Nem sokan hullajtanak könnyeket Iránban az ország északnyugati részén helikopterbalesetben vasárnap meghalt Ebrahim Raisi elnökért. A rendszer híveinek televízióban bemutatott siratásai ellenére a visszafogott gyász egész Iránban érezhető volt. Az élet nem állt meg, a boltok nem zártak be, a közösségi médiában gúnyos megjegyzésekkel illették az elnyomás arcának tekintett Raisit. Sőt, titokban itt-ott még petárdát is durantottak. Nem csoda, hiszen a 2021-ben megválasztott Raisi rövid elnöksége alatt kemény vonalas irányt vett az iráni politika. Elődje Hassan Rohani 8 évében Teherán kereste az enyhülést a Nyugattal, aminek eredményeképpen 2015-ben alkut kötött az iráni nukleáris programról. Rohani részben ezért nyerhetett másodszor is 2017-ben, méghozzá épp rá szemben, és úgy tűnt, a közel-kelet békésebb jövő felé indulhat el. A teheráni rezsim 2021-ben viszont semmit sem bízott a véletlenre. Az Ali Khamenei legfőbb vallási vezető kiszemeltjének és hű tartott Raisi a riválisai eltiltásával és alig ha nem csalással győzött. Az idei márciusi parlamenti választáson pedig az 1979-es iszlám forradalom óta először zárták ki teljesen a mérsékelt és a reformista politikusokat a zavazási részvétel rekord alacsony, 41%-os volt. Éppen ezért ebben a légkörben már önmagában a Raisi utódjáról tartandó szavazás is veszélyeket hordoz a teokratikus rendszer számára. A feszültség ott lappang a felszín alatt. A politikai elnyomás és a gazdasági válság miatt az utóbbi években elégedetlen irániak tömegei a forradalom óta nem látott tiltakozó hullámot indítottak el. A tüntetések azután értékeltető pontjukat, hogy Max Amini fiatal kurdlány 2022-ben életét vesztette a rendőrségen, miután a kendő helytelen vislete miatt őrizetbe vették. A rezsimnek gyorsan meg kell találni a rajzi megfelelő utódját, aki garantálja a folytonosságot. Ennek bizonyítására már is kijelölték az elnökválasztás dátumát június 28-ára. A mérsékeltek félreállítása korán sem jelenti azt, hogy a kemény vezetés egységes lenne. Az új parlamentben komoly erőt jelentenek azok az ultravallásos fundamentalisták, akik még a Raisi által képviselt konzervatívoknál is erőteljesebben ragaszkodnak a forradalmi eszmékhez sokkal radikálisabbak, például a nők számára kötelező kendőviselettel, és az olyan külpolitikai kérdésekkel kapcsolatban, mint az iráni atomprogram folytatása, vagy az Izrael ellené még keményebb fellépés. Az állhatatosság frontja, az iszlám forradalom stabilitásának frontja és a hasonló szuper forradalmár szervezetek a hazai bírálóikat ateista ellenforradalmároknak tartják. A síit a hirdetők semmiféle kompromisszumra nem hajlandók. Helyet kaptak annak a raiszinek a kormányában, akinek apusa talán a legradikálisabb prédikátor Iránban. A forradalmi gárda szerepe is egyre meghatározóbb. Tábornokai mind inkább beleszólnak a politikába. A fundamentalisták beférküztek a gárda új nemzedékébe is, amelynek fiatal tisztjai az ultraballásos nyári táborokban kapnak ideológiai kiképzést. Hamenei hatalmi bázisa a pragmatista konzervatívokra épült, ami azt jelentette, hogy ha az érdekük úgy kívánta, akár a nyugattal is megállapodtak. Például rá a 2015-ös atomalkú, amelyet Donald Trump amerikai elnök 2018-ban egyoldalúan felmondott. A Raisi a széttörödezett politikai rendszerben ideális kompromisszumnak tűnt a Hamenei-féle konzervatívok, az ultravallásosok és a forradalmi gárda a forrófej új nemzedéke számára. Raisi egyike volt Hamenei legtöbbször emlegetett két utódjelöltjének. Ezért a halálával oda lett a keményvonalas konzervatívok sima hatalmi átmenetre kidolgozott terve. Az iráni hibrid rendszerben minden fontos kérdésben a legfőbb politikai és vallási vezető dönt, de kisebb mozgástere az elnöknek is van. A múlt hónapban töltötte be 85. életévét Hamenei, akinek utódlása már a közel jövőben is felmerülhet. A másik lehetséges jelölt Kemen egy második fia, Bocstaba, aki a vallási ranglétrán középszintig jutott, és Kum vallási központban tanul és tanít de az ő legfőbb vallási vezetővé választása az örökletes hatalom átadás testesíteni meg, amit sokan nem néznének jó szemmel. Sőt, az apa is ellenzi fia szándékát. Hiszen abban a rendszerben szállna apáról fiúra a hatalom, amely 45 évvel ezelőtt megdöntötte a sa örökletes monarchiáját. Ráadásul a bírálók szerint a Hamene egy család hatalmának bebetonozása a rendszer korrupt, nepotista jellegét szimbolizálna. Az elnök választás győztesek komoly platformot kaphat a magasabb hatalmi pozíció elérésére. A legfőbb vallási vezetőt a 88 tagú szakértők gyűlése választja. A testület tagjairól a márciusi parlamenti választással egy időben szavaztak. A gyűlés természetesen a konzervatívok uralják. Mandátumok 8 évre szól, így valószínűleg ez a testület dönt majd valamikor Hamelej utódjáról. Elképzelhető, hogy mostabának vagy más, kevésbé ismert mulaknak szövetségeseket kell majd keresnie, akár a vallásos fundamentalisták, akár a forradalmi gárda körében. Ami azt jelenti, hogy Hamenei utódja ki lesz szolgáltatva fundamentalistáknak, vagy a gárda vezetőinek. Tovább erősítve a rendszer klerikális, militarista jellegét. Van olyan elemző, aki lassú pucsot vetít előre, ami azt jelenti, Irán még konfrontatívabb lehet a térségben. Raisi, a konzervatív elittel a háta mögött, a külpolitikában az usa szembeni antagonisztikus ellentétekre helyezte a hangsúlyt. Irán felgyorsította az urándúsítási programját. Utódja idején Teheránnak alig, hanem azt a súlyos döntést kell majd meghoznia, hogy kiépíti a nukleáris eretentő erejét, amit Izrael és az USA évek óta elfogadhatatlannak mond. Raisi volt az, aki szorosabbra fűzte a szálakat Moszkvával, és Irán jelentős mennyiségű drónt, rakétát és lőszert kezdett szállítani az orosz hadseregnek. A Hamász Izrael elleni október 7 i brutális támadás és az ő elnöksége idején történt. Hogy az iráni kliensek, legfőképp a libanoni Hezbollah, Izrael elleni akcióinak fokozása is, ami a regionális háborús szélére sodorta a térséget. A hivatalos teheráni közlemény nem említette a baleset okát, és az időjárásra sem utalt. A katasztrófa idején az eső és a köd miatt a látótávolság állítólag alig néhány méter lehetett. Így nagy valószínűséggel valóban a viharos körülmények okolhatók a katasztrófáért. De Iránban természetesen már is lába keltek különféle összeesküvés elméletek. Például, hogy az elnök belső riválisainak közük lehetett a balesethez. Sőt, az is felmerült, hogy Izrael állhat a háttérben. A múlt hónapban az izraeli légierő Irán damaszkoszi konzulátusára miért csapással megölte a forradalmi gárda több magas rangú parancsnokát, amire válaszul Irán a saját területéről első ízben indított Izrael elleni drón és rakétatámadást. Mindez pedig a csúcspontja volt annak az évek óta folyó izraeli iráni árnyékháborúnak, melynek során például a Mossad izraeli titkosszolgálat több atomtudóst és másokat is likvidált iráni földön. De Izrael eddig sosem ment odáig, hogy államfőt állítson célkeresztbe, ami alig, hanem még durvább iráni választ vonna maga után. Különben is Raisi halála után bárki lesz és az elnök, Irán stratégiája nem fog változni. A célja, hogy védje a rezsimet, gyengítse Izraelt és kiabrudálja az usa a közel -keletről. Közeledik a HVG podcastok tavaszi évadjának a vége. Mi pedig azt szeretnénk, hogy ősszel még jobb műsorokat készíthessünk. Ez viszont szükségünk van a segítségedre. Ha van 5-10 perced, kérlek, töltsd ki a leírásban található kérdőívünket, és mondd el a véleményed a HVG összes műsorával kapcsolatban, amit hallgatsz. Köszönöm. Nem akkor tud együtt dolgozni egy csapat, ha tökéletes a hangulat, mert akkor sokkal könnyebben sértődnek meg, ha valaki kritizálja a munkájukat ellenben rögtön hatékonyabbá válnak, ha találnak egy közös ellenséget. Legyen az akár a munkájukról más akár a konkurencia, netán a főnökük. Szolcsa szóval, Viván írása az egy másik közgazdaság sorozatban. Azt, hogy jobban lehet akkor dolgozni, ha az ember közben jól érzi magát, annyira alapvetésnek tekintik, hogy csak az 1990-es években próbálták először számszerűsíteni. Sikerült, viszont a kutatók nem voltak teljesen elégedettek. Kiderült ugyanis, hogy a helyzet sokkal bonyolultabb, mint elsőre hitték. Van, amikor épp a jó csoport dinamika gátolja a munkát, és gyakran az segít, ha vannak negatív érzelmek is. Ebből a leginkább meglepő megállapítás valószínűleg az, hogy léteznek helyzetek, amikor épp az veti vissza a munkát, amikor az emberek jól érzik magukat a munkájukon pedig egész logikus. Amikor nagyon jó a csoportdinamika, akkor az emberek sokkal könnyebben hiszik el azt, hogy minden jó, ami a munkában történik, és nem kérdőjelezik meg sem a munkatársaik, sem a főnökeik döntéseit. Sőt, a külső kritikára is rosszul reagálnak, olyan sértődötte, mint ha valaki bántaná őket. Így pedig az sem derül ki időben, ha valaki nem elég jól dolgozik. Ha nincs kritikus gondolkodás, nincs előrelépés sem. Janice Kelly és Sigal szét hozták be ezt az ötletet. Meg kell különböztetni, hogy külső vagy belső ok miatt változik -e a csoport hangulata. Egyáltalán nem mindegy, hogy azért érzik -e az emberek rosszul magukat egy munkahelyen, mert néhány kollégájuk destruktívan viselkedik, vagy azért, mert az amúgy tisztelt és szeretett főnökük jelzi, hogy a konkurencia jobban teljesít. Úgyhogy változtatni kell néhány dolgom. Hamar kiderült az is, hogy a negatív érzések nem feltétlenül vezetnek rossz eredményre hiszen teljesen természetes, hogy mindenki szokta rosszul érezni magát. Ha ez egy munkáján történik meg, akkor sokkal jobban segíti a munkát, ha ezeket az érzéseket az ember nem folytja magával, hanem kibeszéli másokkal. Ha pedig a rossz hangulatot valami munkai probléma okozza, mint mondjuk a rosszul kitalált időbeosztás vagy a gyenge munkaszervezés, akkor egész jó az esély arra, hogy az ilyen problémák kibeszélésének az lesz az eredménye, hogy találnak valami megoldást. 2011-ben készült el egy tajvani amerikai közös kutatás, amely megpróbálta mindezeket az elméleteket egybegyúrni és értelmes magyarázatot adni még egy újítást hoztak be. Amíg a korábbi kutatások általában diákokon és önkéntes résztvevőkön tesztelték az elméleteiket, ők igazi munkahelyeken kísérleteztek. 68 kutatásfejlesztéssel és marketinggel foglalkozó csoport belső dinamikáját és a munkájuk hatékonyságát vizsgálták. Arra jutottak, hogy nem elég egy jó hangulat, rossz hangulat tengelyen megrajzolni, mennyire lesz jó a teljesítmény, hanem még azt is meg kell nézni, mekkora a bizalom egymás iránt. Két oszlop, két sor, úgyhogy négy lehetséges eredmény jön ki ebből. Jó érzések és nagy bizalom Kellemes munkakörnyezetet biztosít, de abból a szempontból veszélyes, hogy kevésbé fogékonyak az emberek az új ötletekre és a külső kritikákra, sokkal könnyebben válaszolnak sértődött összezárással, ahelyett, hogy megoldást keresnének. Jó érzések és kisebb bizalom, keményebbnek érzik az emberek a munkát, de sok konstruktív vita folyik, amely javíthatja a munka minőségét. Rossz érzések és nagy bizalom, meglepően jó eredmények sülhetnek ki ebből, mert könnyen kiveszélhetik a dolgozók azt, hogyan lehetne javítani a munkán. Rossz érzések és kisbizalom nyilván rémes végeredmény. Mindezt még megkavarták azzal is, hogy megnézték, milyen főnök beosztott viszony segíti legjobban azt, hogy kreatív legyen az ember. Nem túl meglepő eredmény jött ki. Akkor lehet a leghatékonyabban dolgozni, ha a rossz érzéseket meg lehet beszélni a főnökkel is. És van az a helyzet, amikor a csoport kohíziót épp azt teremti meg, hogy közösen morognak valaki másra. Lehet ilyen közös ellenség, akár a konkurencia, akár valamelyik más szervezeti egység, vagy, és általában ő a legkönnyebben elérhető, a főnök, illetve a cégvezetés. Persze nem azt teremt jó munkakörülményeket, amikor egy rettenetes vezető mellett kell túlélni, de ha egy munkacsoport közösen mérgelődi ki magát, hogy a főnökeik milyenek, akkor az segítheti őket, hogy egy kicsit jobb hangulatban dolgozzanak. Az ellenben rontja a teljesítményt, amikor a közös ellenség a csoport valamelyik tagja. A belső ellentét visszaveti a munkát, és ennek az egyik legrosszabb változata az, amikor olyan ember van a csoportban, akit a többiek fölöslegesnek, vagy épp hátráltató tényezőnek éreznek. Még jó, hogy az igazán destruktív hozzáállást hosszú távon egyik szervezet sem díjazza. Ez a játékelmélet kutatásainak egyik legizgalmasabb fordulata volt. Miután évekig úgy kísérleteztek, hogy laboratóriumi körülmények közötti döntés helyzetekben kellett legyőzni a másik játékost, sikerült kimutatni azt, hogy minél több szereplős egy játék, és minél többször ismétlik meg, annál kifizetődőbb stratégia mindenki számára az együttműködés. Ráadásul a renitány szereplőket akkor is megbüntetik a játékelméleti kísérletek résztvevői, ha ehhez saját érdekük nem fűződik, csak az igazságérzet hajtja őket a csoportmunkára átírva ezt, megteheti valaki, hogy kivonja magát a közös munkából, és hagyja, hogy a többiek dolgozzanak helyette egyszer-kétszer. Hosszú távon viszont nem lesz maradása abban a szervezetben, amit csak kihasználna. Akár azért, mert a főnökei küldik el, akár azért, mert a többiektől kap olyan reakciókat, amiktől csak rosszul érzi magát. Az ilyen helyzetek modellje kapta a játékelmélet szépen hangzó hófúvás játék, vagy más fordításokban hóvihar játék nevét. Egy olyan helyzetet az állhatatosság frontja, az iszlám forradalom stabilitásának frontja és a hasonló szuper forradalmár szervezetek a hazai bírálóikat ateista ellenforradalmároknak tartják. Kell elképzelni, amikor egy ház járatát vagy egy utat elborít a hó. Valaki jól fog járni azzal, ha fog egy lapátot és eltakarítja a havat, de még nála is jobban jár az, aki csak üldögél békésen és várja azt, hogy a többiek ellapátolják a havat helyette ha ezt sok szereplővel játszák el, akkor még nagyobb lesz az esély arra, hogy egy ember kibújjon a munka alól, miközben mondjuk kilenc másik lapától. Csak hogy azt is kipróbálták, hogy ezt a játékot nagyon sokszor ismétlik meg, akkor a kilenc rendesen dolgozó összefogva akár büntetni is hajlandó volt azt az egyrenítést azzal, hogy nem dolgoznak, amíg ő hozzá nem kezd. A való életben pedig persze senki nem akarja, hogy a szomszédai kinézzék, amikor egyedül ő nem lapátolja el a háza elől a havat. Egész meglepő fordulat volt, amikor ugyanezt az elméletet a biológusok vették át, és ez alapján kezdték el tanulmányozni azt, hogy a baktériumok hogyan védekeznek az antibiotikumok ellen. Hiszen ahogy a hóviharban ragadt embereknek fontos a hólapátonás, úgy kell a baktériumoknak kifejleszteni az antibiotikumokat hatástalanító enzimet, és ugyanúgy pihenhetnek a potyautasok. Ennek a vizsgálata teheti még jobb gyógyszereket. Úgyhogy a fő tanulság az, Elképzelni is nehéz, hogyan jut el egy antibiotikum rezisztenciával foglalkozó biológus oda, hogy játékelméleti kutatásokat olvasgat az emberi együttműködésről, de akárhogy is történt, már megérte. Hogyan tegyek félre lakásra, autóra, nyugdíjra, vagy a gyerekeimnek? Mit csinál a bank a pénzemmel? Egyáltalán milyen bank jó nekem? Mire figyeljek, ha hitelt veszek fel? Mit kapok a pénzemért a boltban? Mindenkinek vannak pénzügyi kérdései. A HVG új podcastjában ezekre válaszolunk. Műsorunk majd hétről hétre megtakarításokkal, befektetésekkel, bankolással, adózással vagy kereskedelemmel kapcsolatos kérdéseket vizsgálunk meg, és ezekre adunk tömör, érthető, konkrét válaszokat. Pénztolcsöbűben vagyok, én pedig gyükeri Mercedes. Ez pedig a Kasszakulcs a HVG pénzügyi podcastja. Iratkozz fel, és találkozunk minden hétfőn. Kétszer is bevezették az elmúlt 130 évben Magyarországon az utcai automatákat, amikben a kormány imád gyógyszereket is kiadhatóvá tenne. Békebeli és szocialista pénzbedobós gépek kaszinótojással, pesgővel, villankörtével és ottlig Géz a kedvenc szendvicsével. Ilényi balázs múlt idézésre. Nagy lépést tett a hazai kis kereskedelem a vásárlók meghódításáért 1964-ben. Budapesten májusban és júniusban kísérletképpen 110 utcai automatát állítottak fel, hogy az üzletek zárórája utáni vásárlást megkönnyítsék. Ezek sorában a Margit Híd Budai hídfőjénél négy oldalról megközelíthető automata pavilon helyeztek üzembe, amelyből édességet, dohányárut, szendvicset, italokat, gyümölcsöt, fotócikkeket, valamint totó és lottó szervényeket lehetett vételezni. A Lenin ma Erzsébet körút 76 szám alatt pedig az alkotmány ünnepére egy kiszolgáló nélkül üzletet nyitottak 40 automatával, 200 féle árucikkel. Mi több az év elejétől a keleti pályaudvaron szintén kísérletképpen pénzbedobós csomagmegőrző szekrényeket is igénybe vehettek az utazók. Nem véletlenül emlegetik a kronológiák ezt a 60 évvel ezelőtti pillanatot az automaták Magyarországi elterjedésének kezdeteként. Más kérdés, hogy a kijelentés alig hálja meg a helyét, hiszen a budapesti utcákon már az 1890-es évek derekán is bele lehetett botlani efféle masinákba. Ez azért is figyelemre méltó, mert ha nem számítjuk alexandriai Héron okri mérnök és matematikus szentelt vízadagoló gépezetét, az első modern, sorozatgyártott automaták 1883-ban kezdtek Londonban képes vagy majd nem sokkal később hozzájuk való bélyegeket árusítani. Ehhez képest Budapesten 1896-ban azon dohogott a magyar hírlap egyik olvasója, hogy a népszínház melletti automata jellemtelen csaló. Mert becsülenül elfogadja tőlem a két krajtcert, de nem ad viaszgyufát, amint dukálna. Nem volt jobb híre a kerepesi úti mérleg automatának sem, amely vagy egyáltalában nem méri meg az embert, vagy hetet, fél kilót mutat, mikor az opera portása áll a dobogóra. Ez utóbbi szerkezetek, amúgy később is legendásan megbízhatatlanak maradtak. 1937-ben a budapesti hírlap egyenesen a mérlegek eltüntetéséért lobbizott. Mivel, aki például a Baros téri mérlegen 62 kiló volt, az a Kossuth Lajos utcában már megdömönve veheti tudomásul, hogy 68 kilóra hízott. Ugye aztán a Ferenciek terén, ugyan kedve van még egyszer megmérni magát, kábult fejjel vegye tudomásul, hogy 5 perc alatt 12 kilót fogyott. A vendéglátásban is igen hamar megjelentek a gépüzemre berendezett falatozók, amelyek közül az első már 1898-ban fogadott vendégeket a mostani Bajcsi Zsirinszki út, akkor Váci körút elején. A Quisi Szána automata büfé három évvel korábban a világ elsőként Berlinben nyílt azonos nevű étterem lánc hazai változata volt. És gulyás, pörkölt, tormás illetve illetve leves és hideg ételek mellett egy pesgőcsap is helyet kapott benne. A személyzet csupán az ételtárolók feltöltését és a pénzváltást intézte. A hagyományos éttermek tulajdonosai megpróbáltak közösen felépni az üzletmenetüket veszélyeztető gépek ellen. Épp úgy, ahogyan most a gyógyszerész kamara tiltakozik a minisztérium terve ellen, miszerint orvosságot adó automatákkal könnyítenék meg a gyógyszerellátást. A gépbüfék mégis hamar népszerűek lettek főváros szerte inkább társadalom, mint fogyasztás történeti adalék, hogy a gyakran felügyelet nélkül hagyott helyiségeket nem csak a filléres bablevesse vágyó városlakók keresték fel nagy számban. A szánát például a megnyitása után nem sokkal ellepték a prostituáltak. Reggeltől estig, azután reggelig valósággal szerelmi bőrze lett a bifék helyisége. Idézte fel a Budapest című napilap szerzői 1910-ben. Olyannyira, hogy jó ízlésű ember nem tehette be oda a lábát. Egy gyermekbetegségektől eltekintve a büfék évtizedekig hozzá a fővárosi utcaképhez. Ott Lig Géza is úgy emlékezett az 1930-es évek elejé egyetemista éveire, hogy a Vámház körúton nemrég megnyílt automata büfébe mindig betértünk. Elég drága, 20 fillért kellett bedobni, de csodálatos majonézes, velős, gombás, ringlis szendvicseket eresztett alá az üvegtornyos masina. Az automata étterem a gazdasági világválság roppantotta meg. Egyre inkább a kevés pénzű és kevés idejű ember kávéházává és vendéglőjévé váltak. Majd a második világháború végére teljesen el is Az új érában immár szovjet mintára ismét tervezték a szolgáltatás elindítását. Rövidesen sor kerül az első teljesen automata büfé felállítására a Rudas László utca és a Lenin körút sarkán, a volt Terminus kávéház helyén. Itt minden pénzbedobással működik majd. Kiszolgálóra egyáltalán nem lesz szükség. A főt a pohár sörig, a szendvicsről a cukrás süteményig mindent automata gépek szolgálnak ki. Adta hírül 1956. október 22-én az esti Budapest. Eltekintve attól, hogy korán sem ez lett volna az első ilyen étterem Budapesten, a bejelentés elhamarkodott volt. A másnap kitört forradalom a megnyitót is elsodorta. A kiskereskedelem automatizálásának második, komolyabb hullámára az 1960-as évekig kellett várni. Az utcai masinák elterjesztése jól passzolt ahhoz a politikai törekvéshez, amely már az előző évtizedben a nők felszabadítását tűzte az ászlajára. Az egyenjogosítás célja persze akkoriban nem az alapvető emberi jogok garantálása volt, hanem az, hogy a házi asszonyok otthon terheinek, köztük hangsúlyozottan és az élelmiszer beszerzésnek, a megkönnyítése révén tömegével állhassanak be a termelő munkába. Az áruellátás és a fogyasztás minél gördülékenyebbé tétele a kádári szocializmus idején már a politikai stabilizáció részeként is fontos szerepet kapott. Nem véletlen, hogy az utcai automaták beüzemelésének évében 1964-ben nyitották meg az első önkiszolgáló ABC áruházakat, szupermarketeket is Magyarországon. Az új rendszerű boltokból az évtized végére ország szerte több mint 6000 működött már, amelyekben harmadannyi idő alatt lehetett végezni a bevásárlásokkal, mint a hagyományos üzletekben. Az NDK beli szovjet, dán és osztrák importból származó automaták haszna azonban a fele más volt. Jóval kevesebb munkaerő ráfordítással két és félszer nagyobb nyereséget hoztak, mint a vendéglátás hagyományos ágazatai, ám szakemberek elismerték, hogy csak akkor, ha legalább ötöt telepítenek egy helyre. Az ország legnagyobb automata során a Batyányi téri aluljáróban, ahol a 13 gép némi apróért kuglóf, briós, téliszalámi zsemle, mézes puszedlét, tejszínhabos csokoládékrém, kakaó, kávé, levesek és szörpök mellett egy ideig főt, virsít és kaszinó tojást is kiadott. 1978-ban például havonta 600 ezer forintot hagytak az arra járók. Feltéve, hogy tényleg működtek, mivel a sajtóidek szerint állandó gondot okoztak a vandálok és a csalók. Az egyik legnagyobb üzemeltető, az utas ellátó illetékese 1972-ben arról panaszkodott, hogy évente 650 ezer forintot kell javításra költeni. A részben a megrongált gépek helyreállítására, és egy év alatt 50 ezer forint értékű hamis pénzt találtak az automatákban. A vállalat csali pénzgyűjteményében műanyag gomtól idegen pénzérmékén és tükör, ólom vagy vaskalongokon át anyacsavarig mindenféle tárgy szerepelt. Gondot okozott, hogy a gépek sokáig kizárólag a két forintos érmét fogadták el. Akkor még sem 5, sem 10 forintos nem volt forgalomban. Emiatt 8 forint forintnál drágább termékeket nem lehetett bennük árusítani. Ráadásul, mivel visszaadni sem tudtak, csak kerek áru cikkeket teltett belejük az üzemeltető. Bizonyos esetekben ezt árukapcsolásra tudták áthidalni. Az 1964-ben 3 forint 60 fillérbe kerülő harmónia cigarettát 4 forintért árulták, és a gép minden doboz mellé kiadott egy 40 filléres gyufás dobozt is. Az automata hálózat szép lassan a szocialista hiánygazdaság gazdaság vált. Az állandósult alkatrész hiány miatt az elromlott gépeket csak nehézkesen lehetett megjavítani. Az elavultakat a valuta hiány miatt tűk és importból nem tudták lecserélni. Bár 1966-ban megpróbáltak osztrák cigarettárusító masinákért magyar kávéfőző gépeket adni, de a barter nem jött be. A szocialista reláció is megbízhatatlan volt. A KGST szakosítás eredményeképpen az NDK-ból a Szovjetunióba helyeződött át az automaták gyártása, de azonnal 1970-ben rendelt 3000 automatából 6 évvel később még egyetlen egy darab sem érkezett meg írta a világgazdaság. Ráadásul a szovjet gépek sokáig csak ütők és szörpök kiadására voltak alkalmasak, mivel képtelenek voltak magyaros és erős kávét készíteni. A hiányzó alkatrészeket a magas minőségi követelmények miatt a magyar ipar nem tudta pótolni. De még az eldobható poharat sem volt érdemes hazai gyártóktól rendelni, mert sokszor összetapadnak, lassan esnek le az italkioldó nyílásba, ezért gyakori a melléfolyás, az üzemzavar. Panaszkodott az egyik üzemeltető 1972-ben a Csongrád megyei hírlapban. Nem csoda, hogy a többnyire ételt, italt, árusító automaták mellett nem tudott elterjedni másféle, például iparcikkeket kínáló hálózat. Pedig a Keravil több alkalommal is próbált villanykörtéket, biztosítékokat és kávéfőző alkatrészeket utcán elérhetővé tenni. A hazai automata park az 1980-as évek derekán fokozatosan elsorvadt. Nem egészen másfél évtized alatt a negyedére 258-ra csökkent a gépek száma. Azok is gyakran álltak műszaki hiba vagy áruhiány miatt. Nem véletlenül írta a hogy a MK aluljáró egyébként hírhetten kiszámíthatatlan pénzbedobós büfésora kapcsán a Ludas Magyi publicistája, hogy az üres automata láttán legfeljebb az ajkába haraphat az ember. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten, elvitt erre. A HVG heti és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, mit jelent, hogy egyre több ország ismeri el Palesztinát önálló államként. Részletesen megvizsgáltuk, mit adnának a kultúrának a főpolgármester jelöltek. A HVG heti pedig interjút adott Magyar Péter. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont halásra!